Hát köszönöm szépen, még gyorsan kirakom teljes nézetre. Jó, szuper. Kicsit kitekintünk itt a mély technológiák közül, kicsit egy agrárszektorban nagyon köszönöm családnak a fölkérést, hogy kicsit így az ízek felé is nyitunk. Mi így agrártechnológiai cégként szeretném kicsit eloszlatni a két eleket, meg mellette megjeleníteni egy olyan jövőképet, amiben mi is hiszünk, hiszen a alap gondolat az az volt, hogy, hogy miért fogynak el az ízek, meg hogy, meg hogy a technológia az, amitől félnünk kell, hogy nap mint napi megjelenő tányérainkon hova lesznek. Mert mi a bedrocknál hiszünk abba, hogy amúgy az ízek emlékeket teremtenek nem csak, nem csak a mindennapi betevőknél élvezzük őket, de olyan eseményeknél is, amikor akár egy családi összejövetelnél, mi mindig emlékezünk a, akár a szomszédnak, akár a barátnak, akár a családtagjainknak annak a főszére, ami, ami, jelentősen megemelte annak eseménynek a színvonalát. Mert nyilván, amikor valamilyen olyan eseményre kocintunk, mint akár egy esküvő, vagy bármilyen más esemény, az ízek azért körülveszik a napjainkat, de akár olyan esetben is, amikor éppen rendezvúzunk is, néha a kaja érdekesebb, mint a randi partnerünk. Éppen ezért én magam is nagyon imádok főzni, kollégiumba, BM-re jártam, kollégiumomba is az egész szintemnek főztem, és nagyon sokszor, nagyon sokszor szembesültem azzal, hogy amúgy így kezdenek kopni az ízek az alapanyagokból. Biztosan nevet minden olyan paradicsomot, amit azt kívánt, hogy bár nevettem volna meg, mert hogy mi van vele, hogy van vele. És erre a gondolatra, hogy egyre inkább hiányzik az alapanyagokból, jött nekem a kérdésem, hogy mit fogok enni tíz év múlva ha én szeretek főzni, szeretem az ízeket, szeretem azt, ami, amit kép képviselnek, és azt látom, hogy egyre inkább kopik ki az ízek a mai alapanyagokból, akkor mi lesz itt tíz év múlva. És jó magyar nem tettem semmi, már csak panaszkodtam. Hát panaszkodtam a, a főzés közben, panaszkodtam a társadalomra, semmi igazából nem történt. Egészen addig, amíg 2018-ban meg nem született Misike, kis rossz unokaöcsém egy jó van vele, hogy napvégén visszaadhatom az édesanyjának nagyon szeretjük őt, de a kérdés az, az, kicsit mélyebbre vonult bennem, és az lett a kérdés, hogy mit fog mi sikelni 50 év múlva. És ennek hatására alapította meg a Bedrock Farmot, ami egy agrártechnológiai cég, ami a mezőgazdaságnak egyfajta jövőképét képviseli itt Magyarországon, meg amúgy közép kelet Európába is. Sokszor halljuk ugye az ipar 4.0, agrár 5.0, minden. Ez az agrárminisztériumnak a Ilyen generációs lépései szerint. A mai Magyar agrárium az ilyen 3.0-4.0-nál létezik, ez a beltéri, ezen 7.0-nál tetezi az Agrárminisztérium. Mi, 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 amikor néha elmegyek előadást adni agrári konferenciák, mindig úgy hogy békével érkeztem, tehát, hogy mint a Földön kívül lennék számunkra, de nap mint nap pont ezt akarom el, 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 eloslatni a szemünk közül, hogy amúgy ezek a beltéri, meg kontrollált kertek, ezek eszik, ez a technológia az, ami a nap végén, itt akár Najman hajatékaként is nem. jártam, ö, igen, ö, ö az, ami amúgy a nap végén az ízeket kikoptatja a rendszerünkből. Mert nem mi a célunk a bedrocknál, és ami a fő missziónk az, hogy teremtsük meg azokat az alapokat, amivel a jövőnk számára és a mindennapi betevünk tápláló biztonságos és elérhető, hát csak nekünk, hanem tényleg a teljes utókornak. De hogy akkor mik ezek a beltéri kertek? Beltéri kertek, hívhatnám kontrollált környezetű kertnek, is, tehát, hogy magas technológiájú, tehát nem a tipikus, megszokott agrári, hogy hagyatkozunk az időjárásra, hanem minél több mindent akarunk kontrollálni, és minél több technológiát, mert nem a technológiát magába, de rengeteg technológiai megközelítést tudunk alkalmazni. És akkor mik ezek a beltéri kertek? Hogyha elképzeljük egy kicsit ilyen, ilyen szakmai részére, hogy, a növénytermesztésnek alapvetően nyilván egy genetikai kiindulása van. Beltéri kertet nem, igazán foglalkozunk crispr GMO-val, hasonlókkal. Alap genetikát azt egyfajta adottságnak vesszük, és ezt a genetikát vesszük körül, ugye fénnyel, levegővel, tápanyag a közege. Ennél van, közöttünk biológus, az, az majd megkorbácsol itt a szünetbe, de hogy, hogy ennél jóval bonyolultabb, de nagyon leegyszerűsítve erre van szüksége, erre a környezetére reagál a növény alapesetben. Ami történik egy hagyományos gazdaság tekintet, hogy ezek a különböző inputok az időjárásnak vannak ö, alávetve. Ehhez képest egy beltéri kerbesz teljes mértékű kontrolláltsággal, mesterséges megvilágítással, klímatechnikai rendszerekkel, mellette nagyon fontos, hogy a földnek a szerepe az ketté oszlik, egy a tartó közegi, valamint a tápanyag szint az elválik egymástól kontrolláltság tekintetében. És ami történik valójában, hogy növeljük a kontrollt. Ahelyett, hogy lenne inna a dinnyénk, és így Hát vagy esik, vagy nem, vagy mi történik vele, ahelyett már mondjuk egy fólia sátor, már mennyire, mennyivel kontrolláltabbá tudja tenni számunkra, meg kiszámítatóbbá tudja tenni számunkra ezt a termesztést, és mellette, hogyha még ezt, még, még, még visszük, akkor ennek a skálának a tetején vannak azok a kertek, amikről most ez az előadás is szól. És ami, ami a transformációs skálán, hogyha haladunk, ami valójában történik, az az, hogy a természeti adottságok, helyett technológiai adottságok, kávának, és ahelyett, hogy a genetikával foglalkoznánk, sokkal inkább a környezetre helyezzük a hangsúlyt. Tehát leegyszerűsítve, ahelyett, hogy növény tenyésztés, meg igazából a nemesítésnek hívjuk, a területhez, tehát mondjuk hortobágyi gazdaság van, vagy nagyszüleink kis újszállásra szólnak, mert erről származnak, kisújszálláson ottani föld, meg ottani viszonyokhoz próbáljuk nemesíteni van olyan rizsfajtát, ami helyben megterem, ehelyett igazából a környezetet szabályozzuk a növénynek. Tehát ahelyett, hogy a növényt nemesítenék, a hortabágyat, de a hortabágyat alakítjuk a növény igényeihez, milyen jó növénynek lenni. Azt mondtam, hogy van a boldog csirkez, meg a boldog saláta. Ott ez az alapkoncepció az egésznek. És akkor mit teremt ez? Egyrészt az állandóságot, hiszen a környezet és az időjárásnak a fluktuációja teljesen kikerül a rendszerből. Ugye tudjuk, hogy egy gazdának gazda az nagyon hasonlít a máfhoz, abból a szemszögből, hogy a négy fő ellensége az a tavasz nyár -ősztél. Tehát, hogy sose, sose jó Éppen amikor van, ha esik, akkor az a rossz, ha, ha nem esik, akkor meg az a rossz, ez, ez adottsága igazából annak, hogyha ezt kiveszünk a rendszerből, ezt a fluktuációt, akkor állandóságot kapunk. Az állandóság mellett rendkívül piacorientáltat tudunk lenni, miért? Mert nincsen szezon. Meg tudjuk adni azt, amikor és éppen ahol igény van, földrajzi, mennyi fajta külső adottságok nélkül, miért? Mert technológiára hagyatkozunk, és mellette ezáltal nyilván nagyon magas kiszámíthatóságot tudunk teremteni. És olyan kérdés, akkor mit lehet megtermeszteni? Igen, akkor miért, miért nem vonjuk be az egész hortobágyot ilyen termesztésbe? A válaszom hogy az, hogy bármit, én bármit megter megtermesztek, és ha megkér arra, hogy termesszek neki mondjuk egy barackot, én nagyon szívesen megtermesztem, de a valódi kérdés az, hogy mennyiért és amennyiért a, szerintem a legtöbb technológiai kérdéskörnek felőtől kezdve salátán át még akár az önvezető autókig, a gazdasági kérdéskörök jönnek elő, elő technológiai helyett. És én azt tudtam mondani, hogy megtermesztem azt a barackot, de drágább lesz, mint hogyha aranyból lenne az a barack, akkor inkább már aranyat vegyünk, és vegyük meg a hagyományos barackot. Tehát hogy az nem igaz, hogy bármit, elsősorban kertészeti cikkeket lehet a lehető legjobb ö, ilyen formában ö, termeszteni. És ö, ami az egyik ilyen fő, csak az az időre, ah, tök jó, ö, kertészeti cikkek, ö, amúgy lát, nagyon jól be van rakva egy tükör, és látni az órát vissza csak. Nagyon, nagyon ügyes. Jó, tehát, hogy alapvetően kertészeti cikkekre hagyatkozunk, levelezöldekre, fűszernövényekre, ehető virágokra, gyógynövényekre, gombákra. Ö, és az a fontos, hogy a tradicionális mezőgazdaság nagyon-nagyon pozitív és jó abba, tradicionális alatt értem, a, amit megszoktunk, meg nem a, nem a beltírmi, nem a teljes kontrollálású kerteket, hogy, hogy homogén típusú igényekre adjon választ. Hogyha megkérem önöket, hogy hát főzünk egy jó lecsót, és hogy hozzanak már paprikát. Hogyha britamin paprikát hoznak, vagy TV paprikát hoznak, akkor nem veszünk össze, mert hogy új rendben van. De hogyha megkérem önöket, hogy hozzanak már fűszert, és hoznak kurkumát a bőrköltembe, akkor, akkor nem eszünk. E, és itt, itt van az egy nagy elválasztás a kettő között, hogy alapvetően ahol heterogén igények vannak, tehát nagyon nagy választékra van e, igény, ott van valójában a szerepe. is. miért? Mert meg lehet kérdezni akkor, hogyha ez ennyire jó, meg ennyire, e, meg ilyen szempontból gazdaságos, akkor egy marad-e? Kiüti-e az ilyen technológiai adottságú kertek azt a hagyományos megoldásokat, amivel nap mint nap találkozunk, és amúgy nem. Tehát, hogy itt, itt a nap végén a tányérunknak a 80-90%-át még 50 év múlva is a hagyományos mezőgazdaság fogja adni. És nem az történik mind a mai nap, meg nem az fog történni az elkövetkező 10-15-20 évben, hogy amúgy ez egy, 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 ki fogja harcolni, és az áldász küzdelem lesz itt a beltéri, vagy magas kontrolláltságok, akár egy üvegházra is gondolhatunk, meg amúgy a hagyományos között. A kontrolláltság a mezőgazdaságban, és ezáltal a kontrolláltságot adó technológiáknak a szerepe az az, hogy olyan típusú terményeket és szolgáltatás is tudjon biztosítani, amire alapvetően nincsen megoldása a hagyományos gazdáknak. Tehát nem az történik, hogy én termelek kukoricát, nem az történik, hogy a kertjeinkbe nagy bazsalikon farmjaink lennének, hanem olyan turboját termesztünk, ami, hogyha mi nem termesztünk, akkor nincs. Akkor vagy Franciaországból hozzák be, vagy képzeljék el, milyen áron, de még onnan is nehezen. Tehát, hogyha mi nem termesztünk olyan növényeket, amiket most termesztünk, akkor ezek egyáltalán nem elérhetőek ezek a piacon. És ugye éppen ez a szerep, hogy ahelyett, hogy mi beállnánk a sorba és mondjuk gabonát termesztenénk, olyan dolgokra fókuszálunk, amikre valójában van piaci igény, viszont nincsen kitöltve. Tehát nem az történik, hogy technológia, ami megjelenik a mezőgazdaságban, az elveszi a kevésbé technológia, technológiás megoldásokat, hanem egy olyan űrt be, ami eddigre nem volt rá lehetőség. És akkor és láthatjuk azt, hogy amúgy a kiszámíthatóság az mennyire előtérbe kerül, csak az elmúlt évekre. Hogyha ezt így elkezdtem volna felszadni minden olyan esetőségre, ami ó, először történt és utoljára, akkor nem férne el, mert annyi minden történt a világban, hogy amivel szembesülünk, hogy, hogy szinte már szürreális. Ami nagyon fontos, hogy ezeknek a technológiáknak, meg a beltéri kerteknek egy nagyon korrekt és jogos kritikája, és nem csak, nem csak ennek a technológiának, hanem minden más ilyesfajta technológiának, az az, hogy ezek energiaigényesek. És valójában nem. Tehát a mezőgazdaság energiaigényes. Ami történik, hogy azoknak a technológiáknak, amiket mi magunk is használunk, és általános hagyományos mezőgazdaság is használ, azok megoszlanak különböző hordozóik között. Tehát, ha elkészülünk egy üvegházat, én bevezetek oda egy automatikus nyíló zárórendszert, ami mondjuk a szellőztetés megoldja, akkor bevezetek akár, mondjuk, egy olyan robotot, ami automatikusan fej, akkor bármi ilyesmi résznek, ezek mind energiát használnak, csak más formában. A legtöbb esetben mező gazdasági szempontokból ezek nem ö, áram szempontjából hozzák, viszont ami történik, hogyha elképzeljük, hogy egy beltéri kertben én még vizet is csinálok áramból. Tehát nekem, ha nincsen semmi másom, ami nyilván a vetőmaga kell, meg munkaerő, meg ilyen adottságok azok szükségesek, de ha nincsen semmi másom input anyag terén, mint áram, akkor én meg vagyok egy ilyen magas kontrolláltságú kertben, egy üvegház is amúgy teljes egészében meg tud lenni. Viszont egy hagyományos, és ezáltal ugye én áramra koncentrálom a teljes energiaigényemet, még egy hagyományos mezőgazdasági tevékenység az több irányú energiát fogyaszt. És éppen ezért, ami történik, hogy jogos az a felvetése a bárkinek, hogy amúgy sok áramot fogyasztunk, igen, csak egy gazda az nehezen tudja kimutatni, hogy mondjuk a műtrágyához mennyi áramra volt szükség. Amúgy közben miből készül a műtrágya? Valaki tudja? Gázból. Tehát, hogy összes, nyilván nem kémiailag mondom, de hogy mi kell a legtöbb mértékben, hogy legyen gáz. És éppen ezért az meg megint energia, energia, hordozó szempontjából. Most ugyanúgy nyilván a tartalóknak meg mindennek az öldése, vannak már ezt most történt, de akkor ugyanoda érünk, hogy több irányú energiaforrás fog használni. És itt látjuk azt, hogy amúgy a, a nap végén, hogyha egy ilyen termelő kertet veszünk, és egy hagyományos gazdaságot is veszünk, akkor nem, nem a technológián múlik az, hogy milyen ízek vannak. Tehát, hogy most kicsit komikusan visszatekintünk rá, hogy ízekkel kezdtem, és technológiáról beszélek, meg energiáról. Mert nem ettől függ. A nap végén az ízek azok nem azért kopnak ki a különböző termelő kertekből, a különböző gazdáknak a céljai közül, mert amúgy ez technológiai vagy energetikai, vagy bármilyen kihívás lenne a gazdának a döntésé múlik az, hogy ő mit termel, és a gazda meg olyan termel, amire nekünk igényünk van. És éppen ebből adódik, hogy a nap végén a mi olyas, olyas irányú hogy a lehető legolcsóbban a szezonon kívül is elérhetővé váljanak a különböző növények, amik miatt a nap végén amúgy kopik ki az az íz, amit amúgy a, akár nagyszüleink részébe visszaemlékezünk, vagy én biztosan még a kisújszállási kertekre. Viszont ahhoz, hogy élelmezésre lássuk el a világot, ahhoz szükség van azokra a technológiák, és szükség van azokra a különböző módszertanokra, Amik amúgy nem az ízekre lesznek hatással, hanem mire kiszámíthatóságra, piacorientáltságra, elérhetőségre és élelmezésre fognak leginkább hatással lenni. Tehát a nap végén azzal tudunk ízeket varázsolni újra a saját tányérjainkra, hogyha támogatjuk azokat a gazdákat, akik az ízek mellé szavaznak. És, mi, és hogyha elképzeljük ezeket csak számok világában, minden egyes konferencián kell számokat mutatni, meg ábrákat, meg diagramokat, összes versekeznek. A mi, mi kertjeink, és mi pontosan emellett köteleződtünk el, hogy legyenek, legyenek újra ézek, legyenek olyan alapanyagok, amikben megbízhatunk, legyenek olyan alapanyagok, amikre kiszámíthatunk, és legyenek olyan alapanyagok, amiket akár misikének is nagyon szívvel, lélekkel adunk. És nekünk a, egy csak a bedrocknak igazából, hogy mi az, amit mi képviselünk ezzel a gondolattal, hogy hogyan tudunk technológiákat alkalmazni arra, és azt a döntést meghozni, hogy ízeket, meg jó beltéri... Jó beltéri? beltartalmi minőséget fogunk képviselni. Az egyik fő szempontunk az az, hogy veszünk két területet, mondjuk 60 négyzetméternyi bruttó területet, használunk, ez ha, havonta használunk 10 köbméternyi vizet, használunk 2500 kW-nyi áramot, ez nagyjából, most 60 négyzetméter azt mindenki tudja képzelni, ez kettő átlag budapestinek a vízfogyasztása, kettő, 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 kettő felnőtt emberi, ez nagyjából 40 embernyi áramot, hogyha mostani nagy nézünk, és 30 ezer tányért, tehát hogy ezer embernek minden egyes vacsoráját meg lehet fűszerezni ezen technológiák mentén, úgyhogy hogy jó minőségű, meg jó betartalmú növényeket tudjunk ö, fűszerezésre előállítani. Tehát, hogy nem, nem egy technológiai kihívás, nem egy technológiai kényszer, nem egy piaci kényszer az, ami megakadályoz minket, az, hogy ilyen inputok mellett, és amúgy ez egy, egy embernek, egy főállású kertésznek a munkája, azt még talán hozzárakhattam ide volna oldalt ahhoz, hogy ezer embernek elő tudjon állítani egy ilyen kis, kisméretű kert is fűszerezésre. Mi is már három kerttel dolgozunk, ennél már kicsivel több étteremben is, de hogy nekünk is a fő célunk itt a zöldekkel, látszónak a kertjeink, most fogjuk ittni a negyediket, és a fő cél az az, hogy minden egyes ilyen kert az újra behozza a városba a új városi háztáit, és hogy eliminálja azt a gondolatot, hogy féljünk a technológiától, és féljünk az energetikától, és féljünk azoktól, amik ami pont a megoldást tudják adni, amellett, hogy mindannyian elköteleződünk egy olyan jövő iránt, ahol a mindennapi élelmiszerünk tápláló, biztonságos és elérhető. Köszönöm. Köszönjük szépen.